Hát ez óriási! Imádom! Gyerekek, az, az igazság, hogy ki fogjuk rúgni az R&B osztást, úgy van, hogy van. És DJ lemezjátszót felvesszük. Na jó. 16 óra, 16 perc, frissül a műsor. A mai vendégem egy olyan fiatal ember, akivel, hát azt kell, hogy mondjam, hogy évekig nem volt túl jó a kapcsolatom, történt köztünk egy kis affér, de hát nyilvánvalóan erről már nem beszélünk, ahogy azt az urak mondják. Viszont utána, meg előtte is nagyon jó kapcsolatban voltunk. Én nagyon szeretem őt, mert egy nagyon vicces koma. Reggelente, aki bekapcsolja a rádiót, az hallhatja az ő hangját, és most ráadásul csatornát is váltotta, lehet így mondani, és elszerződött egy új induló rádióhoz. Hát, hogy milyen élményekkel van tele ez alatt az egy-két hét alatt, amióta fut ez a rádió, ezt ő fogja nekünk elmesélni. Érkezik Harsányi Levente. Kicsit hosszú volt az előszó. Hello, Levike. Nagyon örülök. Csücsi, oda le a kutyához. Jó. Nem dobálunk, gyerekjátékon. Megtanultam. Levike, figyelj, először is kezdjük azzal. Gyerekek, figyeltétek a bajszát? Hát ez nagyon nagy. Mi ez? Annyi, hát egyrészt korai jávorpárra emlékeztetem. Megvan, ugye, amikor a csúcson abba hagyta, én most kezdeném, és volt Brad Pittnek a Bestelen Brigantikban egy olyan korszaka, amikor nagyon durván oda tette magát, az ez. De most megnéztem, az, hogy hibáztam, mert neki tömörebb, tehát az a igazi P-bajú, tehát a földművelő bajusz. Így van, és itt meg a végét lehagyta. De a kettet, a jávorpál és Brad Pitt közösen. De picit benövesztetted, hogy a kaja már ott maradjon, amikor eszel? Igen, de az majd jövő héten lesz jó. Most még ilyen felmenő ágban vagyunk. Tehát akkor ne. Most így rám néznek, múltkor beszélek valakivel, illetve tegnap volt pontosan, hogy néz, dumálunk, azt mondja egy perc után, basszus, valami nem, és nézte a ruhámat, a bajusz, hát az a, na mondom, azért hagytam meg. Egyébként mindenki nagyon motivált, mert mindenki azt kérje, azonnal vágjam le. Cukrászdában állunk, a Móni nevű neve hallgatását kérő cukrásztány azt mondta, mindegy, hogy mit, csak vágjam le, fizeti a kávét, mindent, amit csak tüntessem el az arcra. Úgyhogy ezt jövő hét után majd megteszem. Igen, az óriás plakátom még bajusz nélkül vagy. A bajusz nélkül is egy teljesen más arc, de erről most ne. Tehát az úgy jött, legyen ez a kép, mindegy, ott van. Jól érzed magad az új műsorban? Nagyon, hát ugye mint minden új, nagyon sokat kell vele dolgozni, nagyon sokat vagyunk bent, nagyon sok a plusz meló, meg az előkészítés, mi egyéb, de alakul, és azt látom, hogy majd az alagút végén lesz valami fény. Tehát jó hangulatú. Nagyon, mondom, csak hát ugye minden nap egy ilyen kirándulást. Még annyira nem szoktunk össze, még annyira nem ismerjük egymást. Előtte persze nyilván voltak ilyen tréningek, ilyen egymásnak csináltunk rádióműsort, az a legjobb ilyenkor, tudod, mikor összetesznek három embert, akik addig még nem annyira ismerték egymást. Na akkor felvétel, tessék! És senkinek nem csinálsz semmit. Jó reggelt kívánunk, esti felvétel, vagy délután próbálunk. Jó reggelt kívánunk. Igen, akkor Steve is mond valamit, meg Petra is jó. Aztán, amikor élesbe kezdtünk, akkor tudod mindenki egy picit azért remegő lábakkal, meg hanggal. De ott vagyunk, hát csináljuk. Hát ez mindenhol elengedhetetlen, elkerülhetetlen. Figyelj, igazából a rádiózás, a reggeli rádiózás lényege, azon kívül, hogy tényleg az a leghallgatottabb műsor sáv ugye a rádió életében, az olyan, mint amikor este főműsoridőben vagy a televízióban, az olyan a rádióban reggel, azért én is csináltam több mint egy évig, az konkrétan az olyan szintűen egész embert igénylő feladat, hogy például én teljesen megszűntem létezni. Te mióta csinálod már? 10 éve lassan, nem? Hát 12 éve, 2000-ben volt az első. Hát sajnos látszik is, de azért én teszek ellene, vagy teszek azért, hogy azért látszódjon, de egyszerűen nem lehet, tehát így mondod, nem lehet lefeküdni, 9-kor le kéne feküdni körülbelül, hogy felkelj, én 5 óra előtt egy picivel kellek, lehetetlen behozni. Az, hogy én 10 éve nem látok esti filmet, hát ilyen nincs, érted? Hogy megnézek délután, az már akkor nem olyan. Tudod, vannak olyan pillanatok az ember életében, amit akkor is ott kell megélni. Ilyen az esti filmek, egy csomó minden esti műsor, meg az esti együttlét, érted a pároddal, azokat nem lehet kihagyni, és amikor érted, úgy esel be az ágyba, hogy úgy alszol olyan pózban, ahogy beest, és úgy kelsz, akkor már rájössz, hogy ez gáz. De van jó oldala is. Az egyik az, hogy amikor reggel mész dolgozni, nincs senki a városban. Ez tényleg nagyon jó. A másik, hogy minden hónapban átutalnak egy nagyon érdekes fizetést, az ez is motiváció. A harmadik, a sorra nem biztos, hogy ez, hogy szereted csinálni. Te is szereted, én is szeretem, így ez jó. Az egy ilyen orális találkozás az élettel, hogy ez hajnali keléssel van egybekötve. Sokkal jobb lenne, ha délután vagy este lenne, de akkor meg az lenne a baj, hogy akkor meg este nem tudsz elmenni vacsorázni. Tehát mindennek megvan a jó, meg a rossz oldala. Hát ez egy ilyen sztori. De olyan sokáig nem lehet szerintem, mert akkor visszaüt. Figyelj, egyébként mennyi időd jut most így a
arra az életre, ami... Nulla. Bármi a kérdés. Nulla. Tehát én nem vagyok. Tehát ha haverokkal úgy találkozom... Ezt akartam kérdezni. Semmi. E-mail, SMS. Tényleg jó vagy? Igen, ne, de. És akkor ennyi. És fél év múlva megint, vagy e-mail. De hát ilyen nagyon, tehát nagyon-nagyon. Van a gyerek? Kimarad. Aki hát ugye az valamelyik nap beszéltünk telefonon, és mondtad, hogy mindegy, mikor rész haza, a 6.30-kor a gyerek óra az ébred. Tehát, hogy ez nem tudsz mit csinálni. Tehát elmegyünk bulizni, két havonta egyszer, érted? És mire hazaérek, addigra meg kelhetek is. Mert azért, ha már megcsinálta az ember, akkor azért illik vele foglalkozni. Igen. Ebben most még te nagyon az elején vagy, de majd rájössz, hogy ez egy nagyon kemény dolog. Tehát most múltkor pont hívtak egy ilyen országos Dada és Óvónő Szövetség nyílt napjára, és kérdezték, hogy hát mi lesz a fellépés tárgya, művész úr. Hát már eleve a művész, de mindegy, megköszöntem. Hát mondom, legyen a, tudod, nem készültem konkrétan, legyen a... Hát, hogy miért ne csináljunk gyereket? Biztos, hogy itt lesz 500 óvónő meg Dada. Mondom, persze. És felmegyek, és egy nagyon aranyos ilyen fő Dada vagy óvónéni fölment, és azt mondta, most megkérek mindenkit, hogy figyeljen, tényleg 500 nő. Erzsike, te is üljél ott le hátul, jó? Jó, akkor, és most jön Harsányi Levente, fellépésének címe, miért ne csináljunk gyereket? És amikor kimondta, biztos. Igen. Felmentem, nyilván viccesen, csak elmondtam azokat az árnyoldalakat, amik befolyásolják azt, amit feltették kérdésként, hogy tulajdonképpen megszűnsz létezni, és egy teljesen új világba csöppensz. Így, hogy még reggeli rádió is, és még itt a gyerek fiatal korszaka van, ez tulajdonképpen nincs. Tehát, ez fejlő is. De azt mondom, hogy ezt én sem hiszem, hogy vagyok, néha meg kellettek fogni magam, mert nem lehet. Ugye, te ötletember vagy egyébként, tehát ugye ez a te egyik megfogalmazásod, az ötletember. Te mondjuk, ha mondjuk a televízió közelébe kerülnél, melyik az a műsor, és mondjuk ne a tehetségkutatókat nézzük, mert nekem egyébként tele van a tököm a tehetségkutatókkal. Pedig az nagyon jó. Nagyon jó dolog, tele van vele a tököm, de hogy az elmúlt 10 évben nem tudtunk mással előjönni nagyon. Mi lenne az szerinted az, ami a magyar nép, amit a magyar nép enne? Szerintem én nagyon a szórakoztató vonalon indulnék. Tehát amivel most meg lehet fogni őket, az az, hogy, tehát, hogy röhögjenek, tehát nevessenek. Amit hétköznap sem magánéletben kapnak, hát az tényleg teljes dráma, úgyhogy ezért kell valami olyan, amin tudnak nevetni, és nem a saskabari. Mi a kedvenc? Azért azon túl. Hát nekem, én az amerikai műsorokból vennék át egy párat, meg most sokat járok Olaszországba, ott is vannak olyan. Látod, ott nem feltétlenül szórakoztató, de olyan show műsorok vannak, ahol, tehát über brutál csajok. Mindenki szép az olasz tévébe. De az utca nem tudom, tehát sehol. De igen, mentünk igen. És keressük őket, sehol senki, de ha kinyitsz egy... Mindenki szép, monumentális díszlet, csillog-villog minden, tehát hogy ez az alapja. Is úgy, ahogy haj, szólárium, tehát minden. És az is tök jó, tehát nagyon érdekes. Meg érdekes műsorokat, és gyorsan kell az információt most már közölni. Egyébként most két műsor ötletem van bent, ami is nagyon, nagyon úgy néz ki, hogy már 80%-os elfogadottsággal bír, úgyhogy lehet, hogy előbb-utóbb megjelenik két szerintem Magyarországon és külföldön is eladható műsor. Az egyik az egy sportvonal, mert azt is szeretem, azt is nagyon szeretni, és egy ilyen szórakoztató Barcelonás műsor. Felsőben. Hogyan nyilván? Csak azért, hogy ha valaki esetleg nem látta volna, igen. Igen. Tehát ezzel dolgozunk, nem feltétlenül. Glory. Manchester. A Levikém, az igazság, hogy csak a legjobbakat tudom neked kívánni. Én ugyanezt. És hát ugye nyilvánvalóan sok sikert ahhoz is, hogy ez a rádió, ahova te most szerződtél, a Music FM, az beinduljon, és hát olyan szintű pörgés legyen körülöttem, mint ami az elmúlt 12 évben volt. Csókolom a kollégáidat, Hajdú Pisti volt már nálunk, úgyhogy mondta. Abszolút Petra még nem, de hát nyilvánvalóan, hogyha meg a sikert értek el, akkor majd jöttök hárman. És tehát akkor... jövő héten, jó. Tehát jövő hétre készülj valami remek ötlettel. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ide hozzánk. Csodálatos napot kívánok neked, meg hát nyilvánvalóan mindenkinek, aki a mai napon részt vesz veled, kisfiad, kislányod, apukád, anyukád, barátnőd, szerelmed, szeretőd. Köszönöm szépen. Mesélj neki, reppelj neki, zenélj neki. Minden nap mesélni kell a gyereknek. Vedd le róla azt a csúnya Manchesteres felsőt, meg küldök neki Barcelona. Nagyon most vehetsz neki ki. Adjál neki valami zenét, hagyd menjen. Jó? Köszönöm szépen. Ciao. Szia, Levente, ciao. Manchester, 16-ra 16 perckor jövünk holnap.